estét kívánok, köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét, Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják, tekintsék meg mai műsorajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsorunk következik. Mai vendégünk Szepesi Tibor, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár igazgatója, akivel az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről és a jövőbeni rendezvényekről beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Szepesi Tibor, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár igazgatója. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a televízió nézőket. Azért hívtuk ma meg egy stúdió interjúra, hogy egy picit értékeljük az elmúlt időszak programjait. Ugye túl vagyunk a május 1-i nagyvárosi rendezvényen, illetve egy picit előre tekintsünk a jövőbe a tekintetben, hogy milyen programok, rendezvények várhatók majd. Most egy picit menjünk vissza a múltba, a közelmúltba, hogy értékeli az elmúlt időszak eseményeit, rendezvényeit, és itt főleg a május 1-i nagy rendezvényre koncentráljunk. Igen, a kollégákkal is átbeszéltük ezt a bő negyed évet, amely a hátunk mögött van, ugye januártól április végi időszakig, és aki járta a várost, az láthatta, hogy mind a Dériné, mint pedig a sportcsarnok homlokzatán egy molinó volt kifüggesztve, van kifüggesztve, amely ennek az időszaknak a nagyobb rendezvényeit taglalta és hirdette. Ennek a végére értünk, tehát azt gondolom, hogy az intézményben is egy kicsit értékeltük az elvégzett 4 havi munkát. Valóban nagyon sok rendezvény van a hátunk mögött, nem csak ezek a nagy rendezvények, hanem a sok kis apró rendezvény, ugye minden intézmény egységbe, ugye a sportcsarnokban a sportrendezvények, vagy az ifjúsági házban az ifjúságot, illetve a könyvtárt érintő rendezvények, szavalóversenyek, mesemondóversenyek, könyvtári találkozók, különböző kisebb-nagyobb konferenciák, illetve hát a Dérinében a különböző kulturális rendezvények, a nem kevés bál, amely megszervezésre került. Véget ért már a báli szezon önöknél? Még egy bál hátra van, ugye a Kovács alapítványi bálja még a hétvégén kerül majd megrendezésre. Gyakorlatilag ezzel fog véget érni a karcagi báli szezon. Nos, ezeken is túl vagyunk, és hát azt gondolom, hogy a két legutolsó rendezvény, amelyről mindenképp érdemes beszélnünk, az egyik a Házhoz jön a Zenede rendezvénye, amely óriási sikerrel került megrendezésre. Ugye ez két előadásból állt, az egyik egy iskolásoknak szóló ingyenes rendezvény volt, ahol abszolút telt házzal ment a program, délután pedig az érdeklődőknek egy nagyon-nagyon kedvezményes jegyárral. Én úgy gondolom, hogy megfelelő létszám mellett került ez az esti program is megrendezésre. Miről szólt ez a rendezvény? Ez egy érdekes rendezvény volt, amely már nagyon régóta megy Magyarországon, ez egy utazó előadás, ugye a neve is ezt mutatja, hogy házhoz jön a zene, de gyakorlatilag a modern zene kultúráját vitte végig, és minden egyes fázisából egy-egy dal került előadásra, egy nagyon érdekes előadás volt, gyakorlatilag a jazztől egészen a mai modern zenéig levezette, hogy mi miből alakult ki, hogy jöttek hozzá a különböző hangszerek. Bemutatta a nagyobb előadókat a dalain keresztül, és egy ilyen interaktív dolog volt, hiszen táncosok mutatták be a zenéhez kapcsolódó különböző táncokat, tánclépéseket, tehát egy nagyon érdekes előadás volt. Én úgy gondolom, hogy aki eljött, megnézte, az egyfajta áttekintést kapott a mai kor modern zenéjéről.
A másik rendezvény valóban, amelyről beszélnünk kell, az a május 1-e. Ez most egy picit máshogy volt megrendezve, mint az elmúlt években, ahogy megszokhattuk. Vázolja föl azoknak, akik nem voltak ott a rendezvényen, mit tapasztalhattak? Vissza kell nyúlni egy picit a tavalyi évre, amikor ugye átadásra került a városközpont felújítása utáni főtér, a városháza előtti tér, és annak a programnak a megrendezése olyan nagy sikerrel zajlott, hogy akkor eldöntöttük, hogy ha lehet, akkor minél több olyan rendezvényt próbálunk majd a városháza előtti téren megrendezni, amely kapcsolódik ezekhez a lehetőségekhez. Azt néztük, hogy talán a május 1-e egy ilyen rendezvény lehet, egy majális a város központban, egy gyönyörű téren, virágzó fák között, növények között. Én úgy gondolom, hogy bejött ez a gondolat. Azt mindenképp meg kell jegyezni, hogy érdekes volt ugye a május 1-i hétvége, hiszen vasárnapra esett, péntek szombaton a ballagások voltak, 3 rendezvény is került egy napon megrendezésre, hiszen a Kötöny népei feszítő verseny ugye a megszokott helyén, az erdei tornapályán. Én azt gondolom, hogy az a rendezvény az valóban odavaló, hiszen ott olyan célokat állítanak föl, olyan feladatokat kell megoldani, amelyhez az erdei tornapálya tökéletes ebből a szempontból. A kunhagyományok napja, amely ugye hosszú tradíciókra nyúlik vissza, de úgy gondoltuk, hogy nem a Lógerpályán rendezzük meg, hanem egy picit közelebb hozzuk a majálishoz, a majális színpadához, ezért a múzeum parkban tartottuk ezt a rendezvényt. És hát ugye említsük meg, hogy anyák napja is erre a hétvégére esett, úgyhogy volt bőven mit megünnepelni ezen a hétvégén. És ha ehhez hozzáveszünk még azt, hogy ezen a hétvégén volt az országos akciója a Teszed, tisztítsuk meg Magyarországot rendezvénynek, illetve ugye szombat este a májusfa állítás hagyományos tradíciója is. Én azt gondolom, hogy elég szép számmal kerültek májusfák fölállításra, majd erről még egy pár szót mindenképp érdemes ejtenünk. Kik adtak műsort a május 1-i programon a főtéren? Tehát ez egy komplex rendezvény volt. A megszokott színpadi produkciókat próbáltuk összeállítani, amely azt jelenti, hogy minden korosztály, minden műfajban megtalálja a kedvére valót. Tehát volt nótaműsor, volt könnyű zenei program, volt néptánc hagyományokat bemutató, volt gyerekprogram a gólyalábasok előadásában, illetve hát a hozzá kapcsolódó különböző kézműves foglalkozások, és hát ugye nem messze a múzeumparkba a lovas hagyományokat bemutató kunhagyományok. Akkor nézzük meg egy picit a szombat esti rendezvényt, már utalt rá, ugye akkor van a hagyományos májusfa állítási, hát nem is igazából ünnep, de azért az udvarlók szoktak a hölgyeknek, illetve a férjek, a feleségeknek májusfát állítani. Most erre egy külön eseményt szerveztek itt a városban, önök ezt meghirdették, igazából az önkormányzat. Mi volt ez pontosan, és hogy sikerült? Azt láttuk az előző években, hogy tradíció az mindenképpen, és hál' Istennek ez megmaradt ez a tradíció, és talán egyre több fiatal gondolja úgy, hogy így fejezi ki érzéseit, amely rossz ebben a dologban, hogy nem csak az udvaron álló fákat díszítették föl, vagy az utcán a kerítés előtt álló fákat, hanem azért valljuk be, az is hagyomány, hogy valahonnan visznek oda egy kivágott fát, és ez kerül feldíszítésre. Most ezt szeretjük volna megakadályozni, hogy olyan fák kerüljenek kivágásra, és olyan helyekről kerüljenek kivágásra, amely nem biztos, hogy olyan jó a város életében, a város szempontjából. Tehát abban gondolkoztunk, hogy a városháza előtti téren azoknak a fiataloknak, akik szeretnék ezt a hagyományt ápolni és fenntartani, azok részére mi odaadjuk az előre elkészített, kivágott, biztos helyről kivágott fákat. Egyébként a városgondnokság volt ebben nagy segítségére az önkormányzatnak. Tehát oda vittük ezeket a fákat, igazolást adtunk róla, hogy ez biztos helyről származik, nem különböző egyéb módon megszerzett, kivágott fát fog a fiatal a hátán, kerékpárján, motorháztetőn, kihol vitte ezeket a fákat cipelni, tehát adtunk róla
egy igazolást. Sikeres és hát el lehetett vinni, ugye ingyenes volt a fa természetesen. Én úgy ítélem meg, hogy igen, 40 fával készültünk, 34 került gyakorlatilag elszállításra, tehát én azt gondolom, hogy igen, igen sikeres volt. Megtartják ezt a hagyományt a jövőben? Én bízom benne, hogy lesznek olyan fák, ezt nem árulom el, hogy honnan kerültek beszerzésre a Városgondnokság részéről, de biztos vagyok abban, hogy folytatni kell ezt a hagyományt. Egyrészt azzal, hogy támogatjuk a fiatalokat egy ilyen fa átadással, és hát nyilván biztatunk mindenkit arra, hogy próbáljon megtartani ezt a szép hagyományt. Gratulálunk az elmúlt időszak rendezvényeihez. Most nézzünk egy picit a jövőben, ugye már májust írunk. Ebben a hónapban mire készülhetünk, mi várható, milyen nagyobb rendezvényekkel várják majd az érdeklődőket? Rengeteg rendezvény lesz, én azt gondolom, hogy föl sem lehet mind sorolni. Amely talán a legfontosabbak, ugye mennek tovább a szakköri programok a Dériné Kulturális Központban, de lesz egy szakköri nyílt nap gyakorlatilag, ahol a néptáncosokat, a mazsoretteket, a balettosokat, illetve a Kunkuckó színjátszókör fog bemutatkozni a nagy közönségnek. Mindazt, amit az elmúlt szakköri évben tanultak, ez megtekinthető lesz. És hát ugye a tavaly évben már kötöttünk szerződést, bejelentkezett gyakorlatilag a színházterembe az anyáknapi operett gála, amely én úgy gondolom, hogy nagy sikerrel került megrendezésre. Egy apró pici problémától eltekintve, hogy az akkori plakáton meghirdetett Oswald Marika sajnálatos módon ki kellett, hogy hagyja egyéb okok miatt a karcagi fellépését. Most idén, amikor újra megkeresték intézményünket, hogy szeretnék megrendezni az anyáknapi operett gálát, már maga a szervező mondta, hogy Oswald Marika külön kérése volt, hogy Karcagon mindenképpen legyen egy ilyen program, ha van lehetőség, hiszen kárpótolni szeretné a karcagi közönséget, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy most szinte 100%, hogy ő föl fog lépni az anyáknapi operett gálán. Várunk mindenkit nagy szeretettel erre a rendezvényre. Illetve a hónap végén a nem is tudom hány éves, évtizedes hagyományokra visszatekintő gyermeknapi program kerül megrendezésre. Erről lehet már esetleg bővebben tudunk valamit? Ugye a Ligetúti Sporttelep a helyszín. Én úgy gondolom, hogy a szokásos rendben fog zajlani, tehát a különböző kézműves foglalkozások, gyerekprogramok, bemutatók, mi leszek, ha nagy leszek, a különböző markológépek, traktorok, nagy autók, hiszen ez óriási érdeklődést váltott ki eddig is elsősorban a legfiatalabbak a gyermekek körében. De hát természetes, hogy a szülőkre is gondolunk, hiszen a hagyományos labdarúgó torna mellett most két új sportágat is szeretnénk bevezetni. Az egyik az a kapitánylabda, ahol szülők, gyerekek közös csapatot, reményeim szerint közös csapatot alkotva fognak majd vetélkedni. Illetve hát egy nagyon jó kis program terjed Magyarországon elsősorban. A testnevelők már alkalmazzák ezeket a játékos feladatokat, egy ilyen úgynevezett élő amőba játékot szeretnénk majd bemutatni, megvalósítani, azt is természetesen versenykörülmények között, és hát nyilván mindezt jutalmazni fogjuk majd a megszokott osztálykirándulási utalványokkal. Főzőverseny, ugye, amely azt gondolom, hogy eddig is nagy sikerrel zajlott. Hozzátartozik, ugye enni kell a rendezvény alatt. Így van, ugye egész napos rendezvény, tehát el kell látni mindenféle kulináris élvezetekkel a résztvevőket is. Tehát megy továbbra is a főzőverseny, várjuk az osztályok jelentkezését. És hát még egy rendezvény kapcsolódik most már a tavalyi évtől ehhez a programhoz. Ez ugye a diák birka pörkölt főzőverseny a nagykunsági középiskolák részére. A jelentkezési lapokat, felhívásokat kiküldtük, várjuk a középiskolák jelentkezését. Tavaly ugye, ha jól emlékszem, 7 csapat vett részt ezen a megméretetésen, és hát egyfajta plusz hangulatot, illatot tud biztosítani a gyereknapi rendezvényeknek. Különböző koncertekkel is készülünk, ezek még tárgyalás alatt vannak, úgyhogy erről még annyira nem tudok beszámolni, de azt gondolom, hogy itt is az lesz a legfontosabb cél, hogy mindenki, aki kilátogat
a rendezvényre, az jól érezze magát. Mikortól lehet majd jelentkezni a foci csapatoknak erre a rendezvényre? Hol, tehát meg fogják-e hirdetni, hogyan lehet jelentkezni? Természetesen a héten készülnek el a felhívások, meg fogjuk küldeni az iskoláknak, iskolavezetőknek, osztályfőnököknek, de azt gondolom, hogy aki az előző években is ott volt, az már most szervezi, hát lehet, hogy már a tanév elejétől szervezi a csapatát, hiszen többen készülnek folyamatosan, edzéseket tartanak, tudom, osztályközösségek ahhoz, hogy részt vegyenek ezen a versenyen. Április végén egy nagyon fontos dolgot hirdettek meg, ugye elindult a nevezés az idei Birkafőző Fesztiválra. Mit lehet erről tudnunk, hogy állnak most a nevezések, mennyire volt terhelt a rendszer úgymond az első napokban? Az előkészületekkel én úgy gondolom, hy jól állunk. Azok a programok, azok a szerződések, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a rendezvény ugyanolyan sikeresen kerüljön megrendezésre, mint az elmúlt 17 évben, hiszen a 18. Birkafőző Fesztiválra készülünk. Tehát ezzel én azt gondolom, hogy jól állunk. Valóban elindult a nevezés április 27-én hétfőn. Ha jól számolom, akkor kb. 2 hét telt el azóta, vagy másfél hét telt el azóta, hogy elindult a nevezés. Jelen pillanatban a tegnapi állapotról tudok beszámolni, akkor még 5 üres hely maradt. Tehát hány erre hely az van 5 üres helyre várjuk a jelentkezőket. Az arányokat vázoljuk. Nyilván néhány helyet visszatartunk mi is azokra a lehetőségekre, amikor még szponzoroknak kell biztosítanunk majd főzőhelyet. 330 főzőhely környékén van az, amely kiosztásra kerül. Ugye a Birkafőző Egyesület, a különböző támogatók, és hát nyilván a nagy közönség számára is. Most ebből van 5 helyünk, amely még kiajánlható a nagy közönségnek. Ha továbbra is ekkora az érdeklődés, akkor természetesen megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy hogyan tudunk még bizonyos mennyiségű főzőhelyet kialakítani, de 3-4 helyről beszélünk még plusz, tehát megtelt, azt kell, hogy mondjam, a rendezvény ilyen szempontból. Ugye az előbb említette, hogy folyamatosan gyakorlatilag azt tudjuk, hogy ilyenkor már ezen munkálkodnak. Ennek a rendezvénynek a megszervezésén hol tartanak most, mi az, amit lehet tudnunk, tehát akár fellépők tekintetében, mikorra készülnek el a plakátok, ezekről a dolgokról szeretnénk egy picit bővebben tudni. Ahogy említettem is, ugye én úgy gondolom, hogy jól állunk az előkészületekkel. Bízom abban, hogy május végére gyakorlatilag az összes program elem, időpontok fixálódnak, helyszínek fixálódnak. Nyilván óriási változásokra nem kell és nem is tudunk fölkészülni, tehát marad a múzeum előtt a színpad, ugye a különböző megnyitóval, délelőtti programokkal. Azt mindenképp lehet tudni, hogy a díszvendégtelepülés Mohács, tehát ne lepődjön meg senki, hogyha busó ruhákba, állarcokba öltözött személyekkel találkozik majd a Birkafőző Fesztivál különböző pontjain, hiszen reméljük, itt lesznek, sétálgatnak. Hát igen, bízunk benne, hogy nem áznak el, legalábbis nem tesz jót a birkabőrnek, hogyha víz éri, főleg, hogyha ez eső formájában történik, de hát természetes, hogy a jó időre készülünk. Tehát a díszvendégtelepülésünk Mohács. Fellépőkről is lehet tudni, hiszen szinte biztos, hogy az Irigy Hónai Mirigy a birkafőző színpadára fog lépni, és hát különböző sztárvendégek, Vastag Csaba, Gájer Bálint és még néhány ilyen X-faktoros fellépőt szeretnénk meghívni a Birkafőző Fesztivál színpadjára. Tehát én azt gondolom, színpadjára hogy vagy színpadjaira? Tehát színpadjaira. Most az színpadjaira, idén mire számíthatunk? Hiszen ugyanúgy fog zajlani a program, ugye a péntek délután az a hagyományoknak megfelelően ingyenes program, ide várunk mindenkit gyakorlatilag, aki az Irigy Hónai Mirigyet szeretné megnézni a múzeum színpadán. A szombati nap ugye az a szokásos két színpadi programok, két színpadi, hát majdnem azt mondom, hogy 3 színpadi programok lesznek, hiszen a múzeumparkba, a szokásos Kálvin téri parkba, és péntek délután egy meglepetéssel, péntek este egy meglepetéssel is készülünk, hiszen amikor lemegy a koncert a múzeum színpadán, akkor
a kialakított borudvarban további fellépőre, ez még szervezés alatt áll, fellépőre számítunk, amelyen majd lehet ott egy kicsit táncolni, borozgatni, beszélgetni, hát nyilván a büfé kínálatát kóstolgatni. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk igazgató úr, és természetesen a Birkafőző Fesztiválig még visszavárjuk Önt. Nem egy, szerintem még több interjúra is. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm én is a meghívást. Kedves nézőink, most az elmúlt időszak fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! Köszöntöm nézőket, dr. Dobros István ügyvédúrral beszélgettünk, hiszen befejeződött a Kommediátor károsultaknak szervezett tájékoztató. Rengeteg kérdést tettek fel az érintettek. Mi az, amit most el tudna mondani, mi az a legfontosabb, amit a károsultaknak most be kell tartani, vagy meg kell lépniük? Van most egy viszonylag szigorú határidő, ez a bizonyos 2016 május vége, tehát május 31. Igazából június 1-én azt mondom, hogy senki ne várjon olyan sokáig. Jelentse be minden a hitelező igényet mindenféle bejelentési díjnak a megfizetése nélkül, mert az, hogy az igényét bejelenti, ez miután nem kerül pénzbe, egy lehetőséget ad arra, hogy valamikor kapjon egy igazolást, hogy mennyi lesz a megtérülés ebből az egészből, vagy éppen semmi sem. Ennek a dokumentumnak a megléte alapozhatja meg azt, hogyha valaki később bárkivel szemben szeretne kártérítésigényt bejelenteni, és bármiféle peres eljárás megkezdeni, ahhoz kell az a dokumentum, hogy ő megpróbálta a törlési, vagy később a felszámolási eljárásban az igényét érvényesíteni, és az nem sikerült megfelelő felszámolás alatt lévő cég vagyon hiányában. A mai nap az ügyészség kiadott egy sajtóközleményt, hogy zároltak bizonyos vagyont, ez 181 millió, ha jól emlékszem. Ez mire lesz elegendő, és ebből kaphatnak-e a károsultak? Azt még nem tudjuk, hogy a 181 millióból mennyi cég vagyon, és mennyi a magánszemélyek vagyona. A cég vagyon az, ami a hitelező kirekítését szolgálhatja a felszámolási eljárásban. Az, hogy ez mikor és milyen módon, az attól függ, hogy hányan jelentenek be hitelezőigényt, mennyi dolgozója volt a cégnek, akiknek nem a béreivel elmaradtak, végkirekítésekkel, stb. Mennyi lesz a felszámolás költsége, ugyanis a felszámolás költségei levonásra kerülnek abból a vagyomból, vagy olyan értékesről származó bevételből, amit a felszámoló majd tud majd érvényesíteni, és a fennmaradó összeget lehet majd a hitelezőigény arányába szétosztani. Az, hogy ez milyen mértékű, ezt még nem tudjuk. A másik vagyonelem, ami a magánszemélyek vagyona, az attól függ, hogy a büntető eljárás milyen eredménnyel zárul. Ha a büntető eljárás során megállapítják valakinek a büntetőjogi felelősségét, és az ő vagyona volt zárolva, akkor az kielégítés alapot szolgálhat a büntetőjogi kártérítésnek a kielégítéseként, de ez még egy hosszú történet. Itt említette egy félmondata a dolgozókat, ők akkor a sorban előbb állnak, mint a hitelezők, hogyha végül is lesz valamiből kifizethető összeg. Ők is mindenképpen jelentsék be a hitelezőigényüket, mert a hitelezőigényeket be kell jelenteni a dolgozóknak is, ha ezt nem teszik meg, az egy jogvesztő történet. És miután látszik, hogy azért valamennyi vagyon van a cégben, valószínűleg a dolgozók munkabérére, költségére, végkirekítésére a forrás meg lesz. Itt két dolog elhangzott, még beszéljünk egy picit a próbaperről, hiszen ön felvetette, hogy meggondolandó egy kisebb összegű próbapert elindítani. Picit röviden próbáljuk összefoglalni ennek a lényegét. Itt azt kell tisztáznunk, hogy van-e felelőssége valakinek abban, hogy ez 10 éven keresztül tudott működni. Amit eddig az ügyfelektől kaptam információt, abból felmerül az állam felelőssége, esetleg bank vagy bankok felelőssége. Az állam felelőssége abban nyilvánulhat meg, hogy ez éveken keresztül gyakorlatilag tudott háborítatlanul működni, és engedték ezt, hogy ez kellőképpen ki is szélesedve, most már a főügyész úrnak a tájékoztatása 10 milliárd forintos kárt jelentett, ami
úgy gondolom, hogy még több lesz, hogyha minden hitelezőigény végül is bejelentésre kerül. Azt, hogy ebben milyen mérték az állami felelősség, a bíróságnak kell eldönteni. Miután egy ilyen pernek óriási kockázatai vannak, mi azt szoktuk mondani a költségkockázatoknak a csökkentése érdekében, hogy ilyen pert olyan személyek indítsanak meg, ha akarnak, akiknek kis összegű a követelése, mert a kis összegű követelésnek kisebb a perköltség kockázata. 3-4-5 ilyen per, amit lehet nevezni próbapernek, valamilyen eredményt fog majd hozni. Ha ellentétesek ezek az ítéletek egymással, akkor a kúria hozhat egy jogegységi döntést, és abból kiderül, hogy van-e felelősség, vagy nincsen. Amennyiben nincsen felelőssége senkinek a magyar bírósági ítéletek szerint, akkor még van lehetőség Strasbourghoz, vagy a Magyar Alkotmánybírósághoz fordulni. Az is egy kérdés, hogy ők hogyan ítélik meg ezt, hogy van-e valakinek felelőssége, vagy nincs. A bankok felelőssége vonatkozásában azoknak van bármiféle lehetősége, akik a pénzeket a bankon keresztül jutották el a kommediátorhoz, és honnan ezeket a pénzeket kifizették valahova. Én úgy gondolom, hogy a banki felelősség abban lehet, hogy a pénzmosási törvény szerint a pénzmosás utaló pénzmozgásokat kellett volna jelenteni. Egy utazási irodánál úgy gondoljuk, hogy óriási felelőtlenség volt elengedni esetleg 100 milliós nagyságrendű utalásokat úgy, hogy ezt nem nézték meg, hogy ez mi is, hiszen utazási iroda tevékenységnél ilyen összegű pénzmozgások teljesen indokolatlanok. Ezt sem tudom megmondani ma még, hiszen nem is van annyira a dolgokat. A nyomozás lezárás után talán több információt fogunk tudni, hogy ez valóban elérheti olyan mértéket, hogy ez bárkinek, aki bankon keresztül adta be a pénzét, kártérítési lehetőséget jelentsen egy bank irányába. Jól értettem, hogy amíg a nyomozásban nem fejeződik, tehát amit az Pol Péter mondott, hogy az december vége, addig igazándiból kártérítési pereket meg semmit nem is nagyon tudnak indítani? Lehet indítani abban az esetben, hogyha a felszámolás vagy a törlési eljárás olyan szintre kerül, hogy megkapják az igazolásokat ezek a személyek, hogy ebből az egészből megtérülés nem várható. Akkor már a kár bekövetkezik, ezt ugye ma is tudjuk, hogy nagy valószínűséggel a károk azok nagy mértékűek lesznek, hiszen a kilegítés az legfeljebb néhány százalékos lehet a mostani vagyon ismeretében. Tehát úgy gondolom, amikor a kár realizálódik, akkor lehet kártérítési pert indítani, de ismétlem, ezt akkor szabad csak megindítani, hogyha valóban minden olyan információ a rendelkezésünkre áll, ami megalapozhatja bárkinek is ebben az ügyben a kártérítési felelősségét. Akkor tulajdonképpen most egy kicsit még meg kell nyugtatni a károsultakat, hogy várjanak, hiszen egyelőre nem tudnak lépni. Tehát itt elhangzottak különböző ötletek, javaslatok, hogy esetleg megkerülve a magyar állami jogrendszert már eleve az emberi joghoz fordulnának, de itt ön óva intette őket ettől. Én annyit mondtam, hogy most van egy feladat, hogy jelentsék be a hitelező igényüket, jelentsék be a rendőrségnek, ha még nem jelentették be, jelentsék be a törlési eljárásban. Ez egy olyan feladat, amit most teljesíteni kell. A mostani tájékoztatónak egyébként ez volt a fő célja. Itt valóban felmerült a közönség részéről, hogy elindítsanak egy úgynevezett emberi jogi jellegű jogsérelmi eljárást Strasbourgnál. Én azt mondom, hogy ha van ilyen információ már most, hogy valakinek a nyomozás során, vagy bármilyen más eljárásra, ami ezzel összefügg, valami jogsérelme volt, ezt meg lehet próbálni. Ez erősítette ezt a folyamatot. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Köszöntöm nézőinket, a Vátszalókon vagyunk. Milyen rendezvény zajlik? Önkéntesen a Tiszta Magyarországért program Teszed akciója zajlik éppen, és annak örülök nagyon, hogy a Vátszalók lett ennek az egész országot átülelő eseménynek a nyitó rendezvény helyszíne. Mit takarítanak meg most önök, illetve a diákok? A diákok önkéntesek segítségével, óvodások segítségével körbejárjuk a településnek az utcáit, közterületeit, közintézményeit és azoknak a környékét, magának a városnak a környékét tisztítjuk meg a kommunális hulladéktól. Nem csak gyalog történik a Teszed mozgalom, hanem? Így van, nem csak gyalog, hiszen a Vátszalók jelentős turisztikai város itt a Tiszató régióban, és ugye, mint a Tiszatónál, ahol lenni szokott, gyalogos,
vízi, kerékpáros és lovas turizmus is jellemző a térségre. Így büszkék vagyunk arra, hogy nálunk vannak lovasok is például, úgyhogy a lóháton is körbejárják azokat a területeket, amelyek nehezen megközelíthetők gyalogosan. Gyalogosan szedik az önkéntesek, a gyerekek a település utcáit, kerékpárral azokra a távolabbi területekre mennek el az önkéntesek, ahol a kerékpárosok járják körbe a Tiszatavat, és azoknak a külső területeket tárják föl, szedik össze. És vízen pedig szintén azokat a területeket, amik Abátszaló közigazgatási területén belül a víz felőli oldalról, tehát kívülről nem közelíthető meg, hanem a vízről lehet a nádasok, gyékényesek szélén szedjük össze a kommunális hulladékot. Milyen jövőbeli terveket tudunk bemutatni nézőinknek? Szeretnénk mindenképpen a város infrastruktúráját minél magasabb szintre emelni. Ezek azt jelentik, még mindig van a településen olyan utca, amely földalapú, földes. Ezeket szeretnénk legalábbis az állagát megóvni, a későbbiekben pályázni arra, hogy aszfaltos útjaink legyenek. Utakat, járdákat, árkokat, vízelvezető árkokat szeretnénk rendbetenni. Természetesen a közintézményeknek az állagát megóvni, ezekre pályázatokat nyújtottunk be egy részére már, és a következő időszakban is szeretnénk ezekre pályázatot benyújtani. Van még némi hiányosság, az iskolaépületünk a város legnagyobb intézménye, és az esőcsatorna rendszere nem túl megfelelő, illetve energetikai korszerűsítésre szeretnénk itt pályázatot benyújtani, napelemrendszereket föltenni, hogy minél gazdaságosabban tudjon működni a közintézmény hálózatunk. A lakosság milyen problémákkal szokta önt megkeresni? Hát elsősorban a közlekedés, tehát az utak állapota, és a, hát ugye előregedő település vagyunk sajnos mi is, de szeretnénk, hogy olyan fejlesztéseket érnénk el, hogy az itt maradó fiatalok megtelepednének nálunk, vagy pedig hazajönnének azok, akik már esetleg távolabb dolgoznak. De hát ugye az öregedő település miatt az egészségügyi ellátás nagyon fontos. Így az utak miatt nehezen tudják megközelíteni a mentő, autó, az ügyeleti orvosi kocsi nehezen tudja megközelíteni a lakosokat. Ezeken szeretnénk változtatni. Maga az ügyeleti rendszer, az orvosi ellátás megnyugtató rendezése is fontos számunkra. Gyógyszerellátásban is szeretnénk egy kicsit előrelépni, hogy szinte állandóan lehessen gyógyszerhez jutni a Abátszalókon. Ez is fontos. A környék nyaralóhelyének is lehet hívni Abátszalókat. A turizmusban milyen fejlesztések várhatóak esetleg a strand területén is? Igen, hát Abátszalók turizmusa fölött egy kicsit eljárt az idő. Nekünk is mozdulni kell, lendületbe kell jönni, hiszen nagyon nagy a konkurencia. Ugyanakkor nem olyan versenyhelyzetet kell teremteni, amilyenek már vannak mindenhol. Tehát nekünk ezt az alföldi, tiszai jellegű turizmust kell megerősítenünk. Természetesen ezt egy magas színvonalon, infrastruktúrális fejlesztéssel egybekötve. A már meglévő, strandon lévő bérleményeinket, kiadható üzlethelységeinket, éttermeinket, ezeket teljesen meg szeretnénk újítani. A strandot mindenképpen szeretnénk fejleszteni, hogy egy európai szintű üdülőhely jöhessen létre, illetve megindulhasson a vérkeringés, és aztán esetlegesen egyéb módon pályázatok vagy befektetők segítségével tovább fejleszteni ezt a gyönyörű adottságokkal rendelkező várost, területet. Milyen programmal várják most a közeljövőben az ide látogatókat, illetve nyáron melyik lesz a legnevesebb, legnívósabb program, amit úgy szeretne bemutatni nézőinknek? Hát mindenki szeretettel várunk, a strandunk nyitva lesz, kerékpáros turizmus erősödik a Tiszatónál, ebben még mindig van lehetőség, a kerékpárosok végig kerekezhetik a Tiszatavot körbe, és ez korábban még úgy volt, hogy Abátszalóknál egy picit ki kellett kerülni a strand területét, ez most már a tavalyi évben sem volt így, hogy le volt zárva, tehát át lehet rajta menni. A nálunk megszállt vendégek, akik Abátszalókon megszállnak, kapnak egy karszalagot, és ennek a karszalagnak a segítségével a befizetett idegenforgalmi adó fejében ingyenesen látogathatják a strandot. Tehát nyitottabbá tettük a strand területét, és így
várjuk szeretettel a vendégeket. Minden nap, 70 napon keresztül minden nap lesznek ingyenesen látogatható kisebb rendezvények. Ezen kívül pedig lesznek, előrébb léptünk a tavalyi évhez képest, 6 nagy koncert lesz a településen a nyári forgatagban, különböző sportprogramok, tehát összpontosítjuk a programjainkat egy-egy hétvégére, hogy azoknak a látogatottsága természetesen nőjön, és koncentráltabban tudjanak részt venni abban a vendégek. A strandra visszatérve, még a tavalyi évben volt terben, hogy kutyások is látogathatják majd a strandot, ugye korábban Sarudon volt ilyen lehetőség, lesz-e erre a közeljövőben lehetősége az embereknek? Beszéltünk róla, a gondolat érlelődik, még nem, a jogszabályi hátterét még nem tártuk fel, nem, de keressük a megoldás lehetőségét, hiszen közegészségügyi szabályai is vannak ennek. Egyébként a tónak vannak olyan részei, amelyek látogatható kutyával is, úgyhogy a kutyások is kimehetnek. Egyelőre a strand területe még nem ilyen, de keressük a megoldást. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is. A Bátszalókon is nagyon sok rendezvény volt most a majálishoz kapcsolódóan. Dr. Fazekas Sándor földművelési miniszterurat faggatjuk erről. Milyen volt ma a hangulat a Bátszalókon? Igazi ünnep van, hiszen a Bátszalók megnyerte a tanúszoda építési pályázatot, és hamarosan alapkőletétel is fog történni, megkezdődik a beruházás. Egy tanúszoda a város számára is nagy lehetőség, hiszen a gyermekek utcás oktatására így komoly háttér lesz, és turisztikailag is hasznosítható a létesítmény, hiszen a Bátszalók a Tiszató egyik leglátogatottabb fürdőhelye, és fontos, hogy a szezon hosszabb legyen. És hogyha vannak programok, hogyha lehet úszni, akkor is, hogyha egy kicsit üvesebb az idő, vagy előszezonban, utószezonban, az az idegenforgalmi szálláshelyeket pöntartóknak is jó, de a városnak is, hiszen tovább maradnak ott a turisták. Én gratulálok ehhez a programhoz, elejétől fogva támogattam, és szerintem nagyon jó helyre kerül majd ez az úszoda. Én gratulálok az önkormányzatnak, Balogh Gyula alpolgármester úrnak, itt több évi előkészítő munka van ebben, és végig kellett vinni ezt a pályázatot, úgy, hogy végül sikerült. Én szerintem ez a település fejlesztése szempontjából is fontos, és látszik az, hogy az önkormányzati munkának van jelentősége, nem mindegy az, hogy kik állnak egy település élén, és fontos az, hogy az elkövetkező időszakban a polgármester választás követően és a munka folyamatossága az megmaradjon. Köszöntöm nézőinket, Páncs Ildikóval, a 8. számú választókerület képviselővel beszélgetünk, hiszen Ildikó néni is csatlakozott az országos Teszed akcióhoz, és már a szemétszedés hirdetett a körzetben. Mik a tapasztalatok, mennyire aktívak a körzet lakói? Én is köszöntöm a televízió nézőit, és elmondhatom azt, hogy évek során, amikor ez a mozgalom meghirdetésre kerül, akkor mindig van rá érdeklődő, mindig van rá igény, hogy megszervezzük ezt az akciót, és azt tudom mondani, hogy a gyerekek, különösen a felnőtt korosztály is, de a gyerekek azok különösen nagyon aktív résztvevői ennek a hulladékgyűjtő akciónak. Áldásos, hogy ilyen szép napra ébredtünk, az idő is hozzájárul, és a másik pedig az, hogy van is mit gyűjteni, és a tiszta, rendes környezet az mindenkor motiváló a családok, a gyerekek részére, hiszen az iskolában is volt nekik személygyűjtő akció, és örömmel tapasztalom azt, hogy most itt a Szabadszombaton ez az akció így tovább folytatódhat. Reméljük, hogy utána viszont vigyáznak egy kicsit a környezetükre is. Igen, van egy nevelő hatása, és erre is mindig fölhívjuk a figyelmet a segítőimmel, az itt lévő munkatársakkal, hogy amit összegyűjtünk, az úgy marad meg értékként, hogyha
figyelünk arra, hogy a szemetet, a hulladékot, az mindig megfelelő helyre, a hulladékgyűjtő tárolóba, amit a hulladékkezelő Kft. El is szállít, hogy ez rendszeressé váljon a mindennapok folyamatába, hiszen az iskolába is, óvodába is erre nevelik őket, a családok is erre nevelik, és reméljük, hogy ennek a nevelő hatása megmutatkozik. Köszönjük szépen! Én is köszönöm a lehetőséget, és megtiszteltek jelenlétükkel. Köszönöm! Köszöntöm nézőinket Szepesi Dibor, a DNA Kulturális Központ igazgatójával, és egyben a KS ügyvezetőjével is beszélgettünk arról, hogy a TESZED akcióhoz is csatlakoztunk, egy kicsit más formában, mint tavaly. Mi is volt a mostani akciónak a lényege? Köszönöm a televízió nézőket. Valóban folytatódott az előző években megkezdett akció, a TESZED akció, amelyhez az előző években is folyamatosan kapcsolódott egyrészt a település, másrészt az intézmény, és ugye a különböző civil szervezetek, így a Karcagi Sportegyesület is. Az idei év egy kicsit más volt abból a szempontból, hogy ezen a hétvégén a TESZED akció ugye csütörtök, péntek, szombat, vasárnapon kerül megrendezésre. Elég sok rendezvény került a városban megtartásra, gondoljunk csak a ballagásokra, péntek, szombaton, a majálisra, vasárnapi napon, az anyáknapi megemlékezések családon belül. Ezért úgy gondoltuk, hogy mindenképp a csütörtök a legalkalmasabb, legalábbis a sportegyesület szempontjából és az intézmény szempontjából is. Ezért a csütörtök délutáni napot szántuk arra, hogy elsősorban a sportpálya környékét, kapcsolódva elsősorban ugye a sportrendezvényekhez, másodszorban a majális rendezvényéhez, hiszen az íjfeszítő verseny az erdei tornapályán kerül megrendezésre. Ezért gondoltuk úgy, hogy elsősorban ennek a környékét kellene mindenképpen megtisztítani az érdeklődő fiatalokkal, hiszen mindenképpen a TESZED akciónak nem az a legfontosabb üzenete, hogy egy napon szedjük össze a szemetet, hanem próbáljunk meg egy olyan fajta nevelést megvalósítani a fiatalok körében, hiszen belőlük lesznek majd a későbbi tudatos felnőttek, hogy odafigyeljenek egy kicsit, ne szemeteljenek, amikor edzésre mennek, versenyre mennek, használják az erdei tornapályát, éljenek azokkal a lehetőségekkel, hogy nem dobjuk el, hanem szemetesbe tesszük. Ott jártunk, akkor az U11-es labdarúgó kis csapat tagjai szedték éppen a szemetet, és azt hiszem, hogy ők is megtanulták, hogy nem szabad szemetelni, tehát a saját kárukon, hogy most ott négy zsáknyi szemetet felszedtek ott a környéken. Azt gondolom, hogy ez a jó példa ragadós lehet a többiek felé is. Biztos vagyok benne, hiszen az elmúlt években is, aki végigment a sportpálya környékén, mondjuk az elmúlt 20 évben, azért az láthatta, hogy fokozatosan tisztul. Természetes, hogy ez az arra járó szakembereknek is óriási munkájába került, hogy meg legyen tisztítva, tisztán legyen tartva, de az oda látogatók is, én azt gondolom, hogy egyre tudatosabbak, és odafigyelnek arra, hogy ne hanyagoljuk el környezetünket. Reméljük, hogy így lesz, és akkor majd találkozunk a jövő évi TESZED akcióban. Köszönjük szépen! Sajtótájékoztatón. Országosan elmondhatjuk azt, hogy 2017 az adócsökkentés éve Magyarországon, a Bátszalókon pedig 2016 és 2017 is a település fejlesztésének, a város fejlesztésének az éve, hiszen a magyar gazdaság jobban teljesít, ez lehetővé teszi azt, hogy különböző adók csökkenjenek, erről majd még fogok beszélni, illetve támogatások is növekednek, de ami nagyon fontos, és aminek megvan a Bátszalókon az aktualitása, hogy 365 millió forintos költséggel egy városi uszoda, tanúszoda fog épülni hamarosan. Az alapkő letételre még ebben a hónapban sor kerül, és az uszoda lehetővé teszi azt, hogy az abátszalók és környező gyermekek igénybe vegyék a szolgáltatásait, megtanuljanak úszni, lehetővé teszi azt, hogy a város lakossága is élvezze a szolgáltatásokat, és ami nagyon fontos, az idegenforgalom számára is egy új lehetőség nyílik. Mindez annak köszönhető, hogy a magyar gazdaság eredményes volt az elmúlt időszakban, beleértve a mezőgazdaságot is. Növekedett a termelés, több az adóbevétel, és így fejlesztésekre, beruházásokra is több jut.
Én különösen ki szeretném emelni azt, hogy a jövő évi költségvetés egyik nyertese az élelmiszergazdaság, hiszen a tej, a baromfi áfája csökken, a tojás áfája úgy szintén 5%-ra a jelenlegi szintről, és az éttermi vendéglátás is lényegesen csökken. Ez lehetővé teszi azt, hogy az emberek többet vásároljanak, többet tudnak költeni, egészséges, jó minőségű magyar élelmiszert tudnak venni. Jelenleg is zajlik például egy tejszív kampány, amely jól látható jelzéssel ellátott magyar tejtermékek vásárlására ösztönöz. A jövő évi költségvetésben fontos az otthonteremtésnek a támogatása, illetve az, hogy a különböző életpályamodellek az oktatásban, egészségügyben, a belügyi rendvédelmi szerveknél lehetővé teszik azt, hogy még több jövedelemhez jussanak az ott dolgozók. Én bízom abban, hogy a mai lakossági fórum itt a Tabátszalókon is ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, hogy tudjuk tájékoztatni a lakosságot az előttünk álló időszakról, illetve a fejlesztésekről. Köszönöm szépen, és akkor elnök úr és alpolgármester úr éjjel szó. Én is köszöntöm a sajtó képviselőit, és én, mint a megyei szint, az országos szinthez kapcsolódva, hiszen miniszter úr már elmondta, hogy a magyar gazdaság teljesítményében már olyan tartalékok vannak, ami a fejlesztési lehetőségeket megengedi nekünk. Mi már több mint 2,5 éve egyeztetéseket folytatunk az önkormányzatokkal a területi operatív programokról, ezekről a fejlesztésekről. És nem csak Abátszalókon, és örülök annak, hogy Abátszalókon most egy ilyen fejlesztés lesz, de ez nem csak egy egyedülálló, egy önmagában lévő sziget, ez az uszodafejlesztés, hanem kapcsolódik azokhoz a területi operatív fejlesztésekhez, amiben már a környező polgármesterekkel és alpolgármester úrral is megegyeztünk. Ezek az infrastruktúrális, gazdasági fejlesztések már folyamatban vannak, vannak olyan pályázatok, amelyek beadásra kerültek, de beadásra kerültek a közlekedési operatív programban, a csapadékvízelvezetés, turisztikai pályázatok előkészítés alatt vannak, egészségügyi fejlesztés, és én azt látom, hogy Abátszalók meglovagolja azt a lehetőséget, azt a konjunktúrát, amit az országban is megmutatkozik, megmutatkozik ebbe a térségbe is. Összefogva és összehangolva a fejlesztési elképzeléseket a szomszédos települések polgármestereivel, a szomszédos települések vállalkozóival, én azt látom, hogy egy olyan láncolat alakul ki itt a Tiszató mellett, amihez Abátszalók is kapcsolódott, tehát Tiszafürettől kezdve Kisköréig, a tó északi részétől a déli részéig összehangolt fejlesztési elképzelések vannak, összehangolt pályázatok, és én azt gondolom, amikor összeadtuk azokat a pályázatokat, amiket már megnyert Abátszalók, amikkel már előkészített, akkor azt mondhatjuk, hogy az elmúlt évtizedben nem volt olyan fejlesztés, olyan mértékű fejlesztés, ami az elkövetkező időszakban létre fog jönni. És ez nem köszönhető tényleg semmi egyébnek, csak annak, hogy a magyar gazdaság jobban teljesít, és az itt élő emberek összefognak a kormánnyal, összefognak a lakossággal és a szomszéd településekkel. Én azt gondolom, hogy új korszak kezdődik itt a Tiszató partján, egy új felévelő korszak, és ez szimbóluma egy kicsit ez az uszoda is, mert néhány évtizeddel ezelőtt, vagy akár néhány évvel ezelőtt elképzelhetetlennek tartottuk, hogy egy ilyen több százmilliós beruházás ide a Abátszalókra kerülhet, hiszen a gyerekek, akik úszni akartak, vagy nyáron a Tiszába tanultak megúszni, vagy majdnem 50 kilométert kellett utazni a következő úszodáig. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jó elképzelés a magyar kormányzattól, hogy olyan fejlesztéseket hoz ide a Tisza mellé, a Tiszató mellé, amit nem csak a gyerekek egészséges fejlődéséhez, hanem a biztonságához is hozzájárul. Én azt gondolom, hogy ezekkel az összefogásokkal, amit miniszter úr a kormányzat részéről, a megye és az önkormányzat részéről mutatnak, az példaértékű, és igazából ez a fejlődés jövője. Tisztelt miniszter úr, elnök úr, köszöntöm én is a sajtó képviselőit. Abátszalók város önkormányzata nevében azt az örömömet fejezem ki, hogy a fejlesztéseink egy olyan szakaszba értek, a terveink egy olyan szakaszba értek, ami a megvalósíthatóság küszöbén állnak. Ahogy elnök úr is elmondta, beadtuk a pályázataink egy részét, a többiek pedig előkészítés alatt vannak, és itt állunk egy makett előtt, amelyre már is büszkék vagyunk, és már látjuk azt, hogy ez a fejlesztés pár napon belül, héten belül el fog kezdődni itt a Abátszalókon. A tanúszoda programnak kifejezetten örülünk, hiszen itt vagyunk a Tiszató mellett, hátrányos helyzetű kistérségként, és a tankerület
4 iskolájának az összes tanulója jöhet majd ide ebbe a tanúszodába megtanulni úszni, hiszen itt a Tisza mellett fontos, hogy tudjanak úszni. Tehát ma már hozzátartozik Európában, minden állampolgárnak hozzátartozik az alapműveltségéhez, hogy úszni tud. Nálunk még ez egy picit, különösen a vidéki területeken ez elmaradott cipőben jár, de most meg lesz a lehetőség arra. És ugye nem csak egy tanúszodáról van szó, hanem 24 tanúszodát fognak építeni szerte az országban, és ennek az egyike itt épül meg nálunk. Ennek nagyon örülünk, bízom benne, hogy hasznára lesz a településnek, a turizmusnak, a környékbeli iskolák tanulói pedig nagy szeretettel fogják ezt használni, élvezni. Köszönjük szépen! Balogh Gyula polgármester jelölt választási gyűlésére érkeztek május 5-én a Bátszalók lakói és a tiszatavi polgármesterek. A fórum témája a város jövőbeni tervei, lehetőségei és a régió településeinek együttműködése. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter támogatásáról biztosította Balogh Gyula a Bátszalók fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit, programját. A fórumon megjelenteket Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke köszöntötte. Miért fontos az, hogy összefogjanak a tiszatóért? Úgy gondolom, hogy jelenleg az összefogás mindennél fontosabb. Rengeteg pályázatunk van, amelyet csak együttesen, közös erővel tudunk sikerre vinni. A Bátszalók, a tiszató mindig meghatározó városa volt, évtizedeken keresztül. Sajnos az utóbbi időben ezt a fényét kicsit elveszítette, és mi tiszatavi polgármesterek ma azért vagyunk itt, hogy szeretnénk támogatni a Bátszalókot abban, hogy újra a térség meghatározó települése legyen, egy gazdag, gazdaságilag fejlődő, turisztikailag virágzó város, hiszen nem csak a Tisza tó melletti települések, hanem a háttér települések is profitálhatnak ebből. Fontos, úgy gondolom, eljöjjünk, hiszen az összefogás ma már mindennél fontosabb, csapatként dolgozzunk együtt, és úgy gondolom, hogy erre ma a legalkalmasabb személy, aki ezt meg tudja tenni, össze tudja fogni a Bátszalók várost, be tud illeszkedni a tiszatavi polgármesterek körébe, közös célért együtt dolgozni, ez Balogh Gyula alpolgármester. Én a Heves megyei részt képviselem a Tiszatónál, és azt gondolom, hogy azért nagyon fontos, mert egységben az erő, és hogyha mind a két oldali települések összefognak és a fejlesztéseiket összehangolják, akkor lehet igazán sikeres történet a Tiszatóból. Most egy-egy nagyobb turisztikai attrakcióval rendelkezik a Tiszató, de az úthálózat fejlesztéséhez, az infrastruktúra fejlesztéséhez, a hidak felújításához elengedhetetlen szükség az, hogy Heves megye és Szolnok megye összefogjon, és biztosítva látjuk, vagy szeretnénk látni azt, hogy a Bátszalók ebben segítő kezet nyújt Kiskörének, Heves megyének, és ezzel az egész térség fejlődését és infrastruktúrális megújítását segíteni fogja. Kivel tudnak együtt dolgozni? Hát leginkább alpolgármester úrral tudunk együtt dolgozni, már csak azért is, mert mint iskolaigazgatót is nagyon jól ismertük, és a felesége pedig Kiskörén dolgozik, és ezáltal az egész család életébe betekintésünk van, és lehet mondani nyugodtan, hogy nagyon nagy teherbírású emberekről van szó, akik innovatívak és borzasztóan rugalmasak mindenféle kérdésben. Ön miért tartja fontosnak az összefogást a Tiszatóért? Nem is olyan régen volt szerencsém az M1 adásában arról beszélni, hogy Tiszaföld és a Tiszató mit is jelent ma, és én azt gondolom, és egyre többeknek ez a véleménye, hogy a Tiszató méltó versenytársa alternatívája lehet a Balatonnak. Tehát a magyar kormány az elmúlt években olyan programokat indította el, amelyek a Tiszató fejlesztését szolgálják, és nekünk a tiszatavi településeknek is az az érdekünk, hogy a Tiszató régió egyre fejlettebb legyen, és egyre ismertebb országos szinten is. És hogy a Tiszató egyre erősebb legyen, ahhoz erős településekre is van szükség, hiszen a Tiszató településeinek egysége az, ami előbbre viheti az ügyünket, és ezt
ezt a nagy sebességet, amivel a Tiszató elindult ugye felfelé, egy növekvő pályára állt, ezt meg is tudjuk tartani. És én azt gondolom, hogy a települések összefogása ebben nagyon fontos, és nagyon fontos, hogy egy településénél olyan vezető legyen, akinek nem csak kitűzött céljai vannak, koncepciója, víziója a település, hanem ezt meg is valósítja. És én azt gondolom, hogy Balogh Gyula, aki jelenleg most a polgármester úr itt a Bátszalókon, az ő munkássága már bizonyította, az oktatási, kulturális, turisztikai munkája, ismeretei olyan mérhetőek, hogy itt az elmúlt években a közéletben is már komoly munkát végzett, és az ő személye garancia arra, hogy olyan polgármestere legyen a Bátszalóknak, aki a tiszatavi polgármesterek sorába lépve a közösségünket előre tudja vinni. Kedves nézőink, a hétvégén kezdődik az idei Kovács Mihály emléknapok. A rendezvénnyel kapcsolatban Háttér című magazin műsorunk mai vendége Krappáné Pap Ágnes, a Kovács Mihály tagiskola tagintézmény vezetője. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Krappáné Pap Ágnes, a Kovács Mihály tagiskola tagintézmény vezetője. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és én is nagy szeretettel köszöntöm a Karcag TV nézőit. Azért hívtuk ma meg egy stúdió beszélgetésre, mert hamarosan kezdődik az iskola életében talán a legnagyobb éves rendezvényük, ez pedig a Kovács Mihály napok, emléknapok. Mikor kezdődik ez a rendezvény, és meddig tart? Valóban finisében értünk a Kovács rendezvény sorozatnak, most pénteken kezdődik, tehát május 6-ától jövő hét 11-ig tartó rendezvények elé nézünk most. Majd hamarosan beszélünk bővebben a rendezvénysorozat eseményeiről. Most egy picit tekintsünk vissza a múltra. Most hanyadik alkalommal kerül megrendezésre ez az eseménysorozat? 1992 óta kerül megrendezésre, tehát már jóval 20 fölött van a már rutinosak. Igen, természetesen ugye sok-sok hagyományos rendezvényünket megtartottunk, de mindig igyekeztünk színesíteni és valami plusz még hozzátenni a rendezvényeinkhez, és úgy gondolom, hogy ez az év is picikét rendhagyó, vagy a tavalyi évet követve is, tehát próbálunk azért újítani, hogy azok a kedves vendégek, akik megtisztelnek bennünket évek óta, azért mindig kapjanak valami új élményt is. Ha visszagondol az első rendezvényükre, akkor ez hogyan zajlott, sőt ennek mi volt az előzménye, hogyan kezdték ezt a rendezvénysorozatot kibontakoztatni? 1991-ben alakult meg a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület, az akkori polgármesterünk dr. Fezőkös Sándor jelenlegi földművelésügyi miniszter kezdeményezésére, és természetesen iskolánkban az akkori igazgató Kenyeresné Dede Erzsébet igazgatóasszony mellé állt ennek az ügynek, és az Egyesület iskola karöltve és természetesen az önkormányzat összefogásával sikerült tulajdonképpen fölvenni kapcsolatot az amerikai nagykövetséggel, és ennek mentén próbálták ugye felgöngyölíteni Kovács Mihály karcagi vagy amerikai emlékeit, és tulajdonképpen 92-ben az iskola fölvette a nevét, és ez az az év, amikortól kezdve ugye egy nagyszabású rendezvénnyel, amikor is a nagykövetségről, az akkori Taszár állomásról ugye megfelelő katonai dísz jelenléttel, és az akkori politikai vezetés is tiszteletét tette a rendezvényünkön. Azok, akik jelen voltak, szerintem ma is emlékeznek rá, hogy milyen nagyszabású esemény volt 92-ben, és onnantól kezdve természetesen májusban minden évben igyekszünk ezt a hagyományt tovább örökíteni. Arról szerintem még soha nem beszéltünk, de ugye ön is jelen volt akkor, illetve ennek az eseménynek az alakulásában. Miért pont Kovács Mihály nevét vette föl akkor a mai tagintézmény, akkor még ugye Calvin 9 általános iskola? Hát akkor közvetlen közelről nem követhetem ugye nyomon ezeket az eseményeket,
csak mint pedagógusként és alsós tanítónéniként, de természetesen ugye mindannyian tudtuk és éreztük, támogattuk, hogy keresett a Város Egyesület Iskola egy olyan helyi születésűt, aki talán egy kicsit formabontóan és másként is kapcsolódik Karcaghoz, hisz azért Kovács Mihályról tudjuk, hogy ugye itt született Karcagon a előzetes kutatások értelmében, de aztán ő igazából érdemeket aztán kint Amerikában a függetlenségi háború idején szerzett, hisz Pulaszkival a lovas huszárezredet, illetve a huszárlovasságot ott honosították meg, és váltak tulajdonképpen ott elismerté, és azóta is őrzékemlékét Amerikában. Tehát úgy gondolt az akkori vezetés és az iskola, és hogy talán ennek az embernek, aki nem csak itt Karcagon, Magyarországon, és talán méltatlanul és elfeledve ideje, hogy megemlékezzünk róla, és hát az iskolánk nyitott volt rá, hogy akkor vegyük fel a nevét, és ezzel egy kicsit szélesíteni ugye azokat a kapcsolatokat, ami esetleg már ugye itt Európában Karcagot, Magyarországot jellemezte, de a tengeren túlon is. És én bízom benne, hogy elmondhatjuk, hogy Kovács Mihály nevét ismerté is tettük ezáltal egy szűkebb hazánkban, Karcagon. Szoktak is ugye amerikai vendégek is részt venni ezen az eseményen. Igen, természetesen ugye a nagykövetség mindig igyekszik küldeni, akik megtisztelik rendezvényeinket, és mi ennek nagyon örülünk, hisz erről is szólna ez a megemlékezés, hogy az amerikai magyar kapcsolatok ápolása, és bízunk benne, hogy ez az elkövetkezendő években is megmarad ez a szép hagyomány. Ugye itt Karcagon működik a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület is. Hogyan folynak ők bele a munkába, vagy milyennek az egyesületnek a feladata, célja tulajdonképpen? Egyesületünk egy kis egyesület. A taglétszámot tekintve közel 40 taggal rendelkezünk, de természetes, mint egy civil szervezetnél, jellemző az, hogy ugye vannak azok, akik helyben vannak, aktívak, tehát van egy szűk mag, és büszke vagyok arra, hogy ez közel 20, akik aktívan vesznek részt az életünkben, és természetesen vannak olyan tagjaink, akik bár elveinkkel egyet értenek, és támogatnak is bennünket, de nem biztos, hogy részt tudnak venni. Minden esztendőben ugye a rendezvényeinket az egyesület kezdeményezi, tehát már ősszel elkezdődnek a munkálkodások, a taggyűlés, amikor is megfogalmazódnak, hogy mit szeretnénk, mi lesz a következő Kovács Mihály rendezvénysorozatnak a fővezérvonala, és hát természetesen gondolkodva a meghívott vendégekben, az ünnepi szónokban, és amikor ezek az első gondolatok megszülettek, akkor tulajdonképpen, hogy az iskola karöltve mellénk áll, és az egyéb tevékenysége, programokat pedig a kollégáim, a gyerekek támogatják, és harmadik lábként, amikor már a konkrét eseménysorozatra kerül sor, akkor az önkormányzat, a városgondnokság, a Dérini Kulturális Központ mind-mind társintézményként mellettünk van, a technikai megvalósításban, az előkészületi munkákban, és ezek fontosak, hisz így lesz egy kerek egész a dolog. És hát természetesen ugye vannak olyan társintézmények, vagy civil szervezetek, mint a Kovács Mihály Alapítvány, a Kovácsos Gyermekekért Egyesület, vagy a tagiskolák közül, ugye a művészeti tagiskolát, Erkel művészeti tagiskolát, és akik pedig tevőlegesen is
mellettünk vannak, és ez nagyon fontos, főleg egy ilyen többnapos rendezvénysorozatnál, hogy minden flottulés helyén legyen, és reményeim szerint ez így lesz ebben az esztendőben is. Nagyon sokat tesznek önök azért, hogy minden flottul menjen és a helyén legyen, hiszen évről évre nyomon követjük az utolsó napokat, tudjuk, hogy szívvel, lélekkel készülnek erre a rendezvénysorozatra. Hogy telnek most az utolsó napok így a rendezvény indulása előtt? Hát ilyenkor már kellőképpen izgalomban vagyunk. Maga a rendezvényeknek a menete az ugye már úgy gondolom, hogy helyén van. Ilyenkor az izgalom oka az, azok, akiket szeretettel várunk és szeretettel meghívtunk, el tudnak-e jönni, részt tudnak-e venni, illetve hát azok a technikai dolgok, amit minden évben úgy gondolunk, hogy kellőképpen előkészítettünk, de hát váratlan helyzetek mindig vannak. Ezek okozzák ilyenkor ugye az izgalmat, hogy beteg lesz-e a gyerek, meg lesz-e, leszakad-e, eső lesz-e, ugye egy-egy rendezvénynél ezek mindig olyan váratlan helyzetek, de én úgy gondolom, hogy minden ilyen váratlan helyzetre felkészülünk, és igyekszünk gyorsan és rugalmasan reagálni ezekre a dolgokra, és reményeink szerint ebben az évben is ez így lesz. Említette a gyerekeket, hogyha lebetegszenek, ezen idegeskednek, mennyire vonják be a gyerekeket ebbe a Kovács Mihály Emléknapok rendezvénysorozatban? Maximálisan. Maximálisan. A főrendezvényünk is elsősorban ugye a gyerekeinkre is épül, hisz a ünnepi műsort a tanítványaink adják. Évek óta ugye Keserőné Ébner Tünde kolléganő a fő irányítója, aki az ünnepi műsort összeállítja, de természetesen kollégák mindig mellé állnak és segítően támogatják, épp a programnak, a műsornak megfelelően. És örömömre szolgál, hogy néhány éve, mert nem csak felsős gyerekeket, hanem alsós gyerekeket is bevon a kolléganő, tehát már nem csak egy-egy osztály, hanem mondhatjuk, hogy a iskola repertuárjából a nyitott és tehetséges kisgyerekeket kapcsolja be az idén és a műsorba, és természetesen a zeneiskola vagy művészeti iskola tanítványait is mindig igyekszünk ugye szerepeltetni. Aztán a kulturális műsorunk az pedig egyértelműen arról szól, hogy az iskola tanítványai a lelkes pedagógus kollégák felkészítésével úgymond egyfajta megmérettetés, vagy mutassák meg önmagukat. Szerdai napon, ugye este lehetőség van, hogy fellépjenek, és az érdeklődő szülők, hozzátartozók megtekintsék, hogy milyen ügyesek a nebulóik. Tehát igyekszünk őket minden programban, és hát a vetélkedés is, ami előtt állunk, ott a mi iskolánk tanulói, illetve a társintézmények tanulóért is mindig várjuk a vetélkedéseinkre, legyen az sport, vagy legyen kulturális, vagy történelmi jellegű. Menjünk most végig a programokon, nyugodtan használhatja a kis segítségét, mert ennyit nem lehet megjegyezni. Ugye a tavalyi évben az időjárás nem volt kegyes önökhöz, illetve a városhoz ennek a szép rendezvénynek a kapcsán. Ugye ott történt egy kis változtatás, erről kérem, hogy majd beszéljen nekünk, és akkor nézzük, lássuk, halljuk, hogy milyen programokkal várják az érdeklődőket. Igen, tavaly akaratunkon kívül, ugye a Múzeum Parkból az eső beparancsolt bennünket a Dérinébe, és így utólagosan is még egyszer is szeretnénk megköszönni a Kulturális Központnak, hogy borzalmasan, rugalmasan nyitottak voltak, és fennakadás nélkül tudtunk helyszínt váltani néhány órán belül, és én úgy gondolom, hogy tavaly is egy nagyon sikeres ünnepséggel zárhattuk a Dérinébe. Hát az idén a kollégák kérésére, illetve a felkészítő nevelő kérésére is az Egyesület és a tagintézmény is elfogadta, hogy most már szánt szándékkal a Kulturális Központba nem adtuk, és hát látva a mostani időjárás, lehet, hogy most is szerencsénk van ezzel, hogy eredendően is oda terveztük a műsorunkat. Tehát a Dérinében lesz a megemlékezésünk a mai pénteki, vagy mostani pénteki napon, 14:30 kezdünk, de azért megtartva azt a hagyományt, hogy egy kis térzenével, amíg gyülekeznek a kedves vendégek, a Kulturális Központ előtt a Nagykun Honvéd Banna fog
egy kis térzenét adni, és utána pedig 14:30 kezdetét veszi a ünnepség, ahol természetesen Kovács Mihály huszárbandériumunk, akik tudva levőleg, én szerintem már mindenki tudja, a városban a egyesületünknek a oszlopos tagjai, ők fognak díszőrséget állni, természetesen nem lóval, hanem gyalogosan bent a dérinében. Ott a szokásoknak megfelelően ugye indul majd a műsor, mostani ünnepi szónokunk Kunszabó István vezérőrnagy, miniszteri biztos a Honvédelmi Minisztériumból, aki elfogadta meghívásunkat, és a nagykövetségről Donald Ray Baker ezredes védelmi attasé fog jelen lenni, és reményeink szerint azért köszönteni fogja a karcagiakat. Aztán sor kerül örömünkre és nagy büszkeségünkre évek óta a Kovács Mihály emlékplakettre átadására, amelyet Györfi Lajos szobrászművész álmodott, megtervezett, készített évekkel ezelőtt, és ezt a díjat azoknak szoktuk adományozni, akik Kovács Mihály emlékét, az egyesület munkáját töretlenül támogatják és segítik. Hát el kell jönni, és akkor kiderül majd, hogy idei évben kit javasolt egyesületünk, és ki fogja megkapni ezt a szép elismerést. Természetesen ezt követően a budóházas pár, ugye a festőművészek, akikkel épp Kovács Mihálynak köszönhetően szoros kapcsolatba kerültünk, évekkel ezelőtt egy díjat hoztak létre, művészetekben, történelemben, irodalmakban kiemelkedő tanulóinknak, és ebben az esztendőben is négy kis tanítványunk fogja a tantestület javaslatára majd megkapni ezt a szép elismerést. És hát aztán kezdetét veszi a reményeink szerint nagyon szép és színvonalas műsor, és a műsort követően pedig közösen a tavalyi évhez hasonlóan a fúvósok, a huszárok felvezetésével átvonulunk az iskola elé, ott kerül sor a koszorúzásra. Volt ennek is egyfajta nagyon szép és szerintem felemelő hangulat, amikor zenére átvonultak a ünneplő közösség és a gyerekeink is csatlakozni fognak hozzánk. Én bízom benne, hogy az eső nem fogja elmosni. A koszorúzás követően pedig kedves hagyományunk az is, hogy volt tanítványaink, vagy kollégáink kiállítását tekinthetjük meg, és örömömre szolgál, hogy ebben az esztendőben is a múzeum, illetve Nagy Molnár Miklós igazgató úr partner volt benne, és dr. Kenyeresné Zagy Ágnes művésztanár nő, aki annó iskolánk tanára is volt, kiállítására kerül sor, az Ég madarai a mezővirágai címmel. Én bízom benne, és invitálom is, akik ismerték őt, hogy 4 órakor a múzeumhoz látogassanak el, és tekintsék meg ezt a kiállítást. Majd pedig ez is egy hagyományos programunk szokott lenni, hogy előadással zárjuk azt a napot az iskolában. És hát amiről beszéltem is, hogy minden évben az egyesület igyekszik valami újat, valami célt kitűzni magának. Az idei esztendőre azt a célt tűztük ki, hogy mindig nagy-nagy kérdőjel merült fel Kovács Mihály és Kovács Mihály családját illetően. Még mindig megfogalmazódott egy olyan kérdés, hogy vajon vannak-e, lehetnek-e Karcagon leszármazottai, és ennek kikutatására ugye felkértük Elek György helytörténészt, hogy próbálja ezt kikutatni. Na most előadásunk első felében reméljük, hogy fény derül erre a titokra. Tehát önök még nem tudják, vagy tudják, csak nem akarják velünk megosztani? Hát, majd el kell menni. El kell jönni, és meg kell tekinteni, és hallgatni. Majd pedig ezt követően zárásképpen kapcsolatba kerültünk a Művészeti Iskolának köszönhetően is dr. Messik Miklóssal, a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület elnökével, aki a ismeretségünk létrejöttekor elárulta, és
ő is jelezte, hogy felfigyelt Kovács Mihályra és a karcagi kapcsolódásokra, hogy elkezdtek többek között Kovács Mihály után is keresgélni, kutakodni, bár eredményeik még nem teljesek, de ő fog egy kis rövid előadást tartani a kinti magyar emlékekről. Én úgy gondolom, hogy ez is nekünk hétköznapi embereknek és karcagiaknak igen izgalmasnak ígérkezik, tehát szeretettel várunk mindenkit. És hát ugye ennek a napnak tudva levő, hogy még egy másik programja is lesz a redemciós ünnepség, tehát én úgy gondolom, hogy tantestületünk is, és a gyerekeink egy része is azért ott fogja majd zárni a napot, hisz ez is jeles eseménye lesz a napnak és a városnak, tehát ezzel zárul. Tartalmas nap lesz. Így van, de úgy gondoljuk, hogy ha értékeket közvetítünk, illetve értékeket nézhetünk és élhetünk át, akkor ennek mindannyian örülünk, és ilyenkor a teher az egyáltalán nem érződik, és nem érezzük. Ez a pénteki napnak az eseménysorozata, majd pedig hétfőn folytatódnak, ugye ezek már főleg iskolai rendezvények lesznek, még, bocsánat, hát majdnem a legfontosabbat kifelejtettem, hogy köztudott, hogy a jótékonysági Kovács Bál, az két évente szokott lenni, amelyet a Kovácsos Gyermekekért Egyesület szervez immáron harmadik alkalommal, Lacik Dénesné Erzsike elnök vezetésével, és hát természetesen ugye az egyesület tagjainak és a kollégáim segítségének is köszönhetően. És most van a második év. És most lesz a második év, így van, tehát szombaton 7 órakor a Dérinében ugye egy jótékonysága, és bízunk benne, hogy egy nagyon jó hangulatú bálnak lehetünk részesei. Mire várják az adományokat? Mire gyűjtenek ezen alkalmakkor? Hát az egyesület mindig azt a célt tűzi ki, a bál pedig kimondottan ugye erről szól, hogy megsegíteni a Kovácsos gyermekeket, illetve a tagintézményt. Legyen ez szakmai rendezvények, versenyek, programok, és hát nem titkolt dolog, hogy mindig az adomány függvényében egy-egy nagyobb befektetéssel is szoktak hozzájárulni a iskolánkhoz, akár egy informatikai fejlesztés. Most szeretnék, ha a hátsó épületünk, a könyvtár épületbe sikerülne ugye a riasztót modernizálni. Tehát vannak ilyen tervek, ezért nagyon fontos, hogy jól sikerüljön a bál, támogatók legyenek, hisz nem magunknak, gyermekeinknek és a gyermekek hátterének a jobbítása érdekében gyűjtenek az egyesületben a bálozók segítségével. Tehát szeretettel várjuk a bálozni szerető, kedves karcagiakat és barátaikat, hogy vegyenek részt, jelentkezzenek, és mi örömmel és tisztelettel fogjuk őket fogadni. Ott tartottunk, hogy a rendezvény ezután következő eseményei már inkább iskolai szinten zajlanak. Így van. A szokásoknak megfelelően május 9-én hétfőn kerül sor a váltófutó versenyre a múzeum körül. Ez is egy színes foltja szokott lenni rendezvényüknek, a sportolni szerető gyerekeink ott találkozhatnak, futhatnak, beszélgethetnek együtt, tehát mindig örömünkre szolgál. Kedden pedig Időkocka néven interaktív vetélkedőre kerül sor, amely történelem, kicsit irodalom, de elsősorban Karcag nevezetességeivel, történelmével összefüggő, és hát a nevében is benne van, hogy interaktív, tehát a gyerekek nem fognak unatkozni, és bízunk benne, hogy kellemesen érzik magukat, és ennek zárásaként a múzeumparkban a Pusztai Róka hagyományőrző egyesületnek a bemutatóját is megtekintetik. Tehát szeretettel várunk más iskolában és érdeklődőket, akár csak megtekinteni ezt a bemutatót. Én úgy gondolom, hogy jó kis program lesz majd ezen a keddi délutánon mindenkinek. És zárásképpen május 11-én, és ez egy picit formabontó, ugyanis 11 órakor lesz a Kovács kapunál
a hagyományos, ugye, amit mi a nagy ünnepségen együtt szoktunk megtartani délelőtt, de most formabontóan erre a napra tettük, a mi iskolánkban egyben családi nap is, hisz a gyerekek ezen a napon nem tanulnak, hanem a rendezvényeinken közösen részt vesznek. Tehát 11 órakor lesz a Kovács kapunál a koszorúzás és az emlékünnepség, és itt fognak a huszárjaink, a Kovács Mihály Huszár Bandérium lovas felvonulásban is megörvendeztetni bennünket, tehát oda is szeretettel várunk mindenkit, akit meg tudja tenni, hogy eljön. És délután pedig az a bizonyos kulturális est műsor fél ötkor a Dérinében, ahol pedig a szerepelni tudó és szerető gyerekeink szórakoztató élmény nyújtanak majd az érdeklődőknek. Tanintézményvezető asszony, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, sikeres rendezvénysorozatot kívánunk, ott leszünk, és ajánljuk a város lakosságának is, hogy menjenek el és vegyenek részt a programokon. Köszönöm, hogy eljött. Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és mindenkit szeretettel várom. Kedves nézőink, már a megköszönő megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk a megszokott csatornákon, illetve maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása. A jövő héten visszavárjuk Önöket a képernyők elé, addig is a viszontlátásra mindenkinek.